Üdvözlök mindenkit újra a D2 Alniumából válogató sorozatunk 8. részében, ami egyúttal a második évad első epizódja. Ebben a részben ismét a gamereké lesz a főszerep. A supply straight. Sziasztok, Gárdonyi Dániel vagyok, ez itt a Trádió, és benne a Gamer magazin, nem csak gamereknek, két fiatallal ülök éppen a stúdióban, és az érdekel majd engem, hogy ők mivel szoktak számítógépen per konzolon játszani. Először is szia, Simi, üdvözöllek! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Simi vagyok, és téged is, Kóbi. Szia, Simi, és még itt van velünk Roli is. Sziasztok, Roli vagyok. Na, srácok! Az érdekelne engem, hogyha már így műsorban vagyunk, hogy ti mivel szoktatok számítógépen játszani, vagy mi volt az a játék, ami mai napig megmaradt a kedvenceteknek? Hát nekem először is, ami így nagyon megmaradt, mint PC játék, az a Minecraft. Igen. Mit lehet tudni a Minecraftról, hogyha már így szóba hoztuk? Hát a Minecraft az egy igazából ilyen pixeles játék, szó szerint, és annyi a lényege, hogy lehet benne építeni bármilyen építményt, amihez neked kedved van, akár igen, házat, akár az álmaid házát, mondjuk az elfejtornyot, vagy akármit. De ha jól tudom, van kaland része is azért a Minecraftnak, hogy nem csak építő jellegű, hanem ott azért vannak a szörnyek is. Igen, igen, mert van egy ilyen Survivor-nek elnevezett része is a játéknak, ami konkrétan olyan, mint hát majdnem a való élet, csak nem szó szerint. Van 9 életed, ilyen szív alakúban jelzi a játék, és este, amikor besötétedik, akkor jönnek ilyen szörnyek, amiket vagy megölsz, vagy pedig elmenekülsz előlük. És ha jól tudom, a Minecraft világ azért az borzalmasan nagy. Ha jól tudom, nagyobb, mint a Föld. Úgy számolták ki. Konkrétan a Minecraftnak a világa az határtalan. Határtalan? Tehát nincs rá szó, meg ilyen, tehát bármilyen kifejezés, hanem világ. Tehát nincs korlát, igen, végtelen az egész világ. És akkor picit térjünk át a Rolira, és Roli, neked mi az a játék, ami legjobban eddig a szívedhez nő életed folyamán? Hát nekem igazából ilyen nincs, inkább azt mondanám, amivel elkezdtem ezt a játékos életet, az igazából nagyon régen volt, még Windows 2000-re a Tarzan. Ó, még én is játszottam vele, emlékszek rá. És hogy tetszett az a játék, hogyha már így itt tartunk? Hát nekem nagyon tetszett, hát kisebb fejjel, akkor még nem is vettem észre ezeket a nagy grafikai különbségeket, meg ilyen teljesen élmény volt látni, hogy Tarzan felnő, és akkor még ilyen mellék karakterekkel is lehetett járkálni. Igen, igen, és utána az évek során a Tarzanból mi lett, úgy értem, hogy mivel kezdtél utána játszani, utána így belecsöppentél ebbe a világba? Hát Tarzan igazából jött a Metin, bár az jóval későbbi, sokáig, ja igen, volt még a Knights and Merchants, nem tudom, hogy ismerős a játék, nagyon nincs híre itt Magyarországon. Én nem ismerem például, bebírnád mutatni néhány mondatban? Hát ez egy felülnézetes stratégiai játék, elég régi, de megjelent magyar szinkronnal is. Igen, nem is hallottam róla, de akkor biztos érdekes. És utána, és esetleg mi az olyan játék, amire azt mondod, hogy tényleg minden pénzt megér, és teljesen a sztori is jó, a maga a játékmenet is, van ilyen? Hát ilyen konkrétan nincs. Nincsen? Hogy még akkor még nem találtad meg álmaid játékát, ugye? Hát még nem. Jó, hát akkor drukkolunk ennek. Mi az a játék, amivel jelenleg játszol, és úgy tetszik is, és szereted is? Hát jelenleg lolozok, vagyis League of Legends. Először nagyon negatívan álltam ehhez a játékhoz, utána, mint kiderült, osztálytársam rá erőltetett, hogy csak próbáljam már ki, és végül az lett, hogy nagyon ráfügtem, nagyon most már minden nap játszok vele. Én úgy tudom, hogy azért a League of Legendsnek egy egészen nagy rajongó tábora is van. Ha jól tudom, meccseket is szoktak szervezni, akár még erre több embert meghívnak, és vetítések is szoktak lenni. Ez igaz? Igen, így most kisebb vonalakban engem pont tegnap osztálytársam kérdezett meg, hogy nyáron nem lenne kedvem fönn náluk a
nyaralójukban rendezni egy ilyen kisebb kis osztály összejövetelt lolozni. Na ez így nagyon jó, mert jó hallani, hogy azért vannak olyan játékok, amik így bírják fejleszteni így a közösségi munkát, és azért ez egy jó buli, nem? Szerintem. Hát igen, csak megvan neki a saját hátulütője, például a jegyek a suliba. Ja, hát jó, persze, igen persze, azt azért hangsúlyozok ki mindenkinek, hogy a játék nem mehet a tanulás rovására, de tényleg jó tudni, hogy vannak olyan játékok, amik közösségkovácsolóak. És utána az ember ugye gondolom, ott is csapatok vannak, és bekerülsz egy csapatba, és utána úgy lehet játszani, igaz? Hát igen, lehet kiválasztani barátokat is egy menetbe, de van egy olyan opció, hogy másokat, olyanokkal bedobjon a játék egy csatába, akiket nem ismerünk. Értem. Na, picit akkor Simivel is beszélgessünk, hogy neked mi az a játék, amivel éppen most nagy barátságban vagy? Hát most kettő olyan játék is van, az egyik a Counter-Strike 1.6, a másik pedig a Hearthstone. És mutasd be kicsit, hogy melyik micsoda, hogyha a rádióhallgatók nem ismernék esetleg valamelyiket. Hát a Counter-Strike 1.6 az ilyen stratégiai játék, csapatban kell dolgozni, és hát annyi a lényege, hogy meg kell ölni az ellenfelet, mert van a terrorista és a counter-terrorist csapat. Ugye a terroristák az egyértelmű, hogy kik, a counter-terrorist az pedig a rendőrség. És ugye ez egy FPS, azaz first person shooteros játék, ugye belső nézetes, és látjuk a fegyvert, hogy fogjuk és visszük és lövünk. Igen. És a Hearthstone az nekem is egy nagy kedvencem, de azért mutasd be, hogy ez mégis micsoda. Hát én leginkább a Hearthstone-t azt úgy tudnám bemutatni, főleg azoknak, akik ismerik régről, mint én is a Yu-Gi-Oh nevű kártyajátékot. Szinte ugyanaz a lényege, csak nem annyira komplikált játék, mert valamennyivel sokkal egyszerűbb, és ugye számítógéppel játsszuk, nem pedig így papírlapokon, vagy papírlapokkal, mint a Yu-Gi-Oh-t. Hát igen, a Hearthstone konkrétan egy kártyajáték, de jól kidolgozva, és tényleg ötletesen is kitalálva, ezt én személyes tapasztalatban mondom, mert nagy kedvencem. Én ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. És most egy kis szünetet tartunk, hallgassunk meg egy játékzenét, mondjuk a Skyrim Main Anthem-ét. Jó lesz? Persze. Jó van, akkor hallgassuk. Ez a rádió. Ez itt még mindig a Kat Rádió, és benne a Gamer Magazin nem csak gamereknek. Itt ülök Simivel és Rolival még mindig, és számítógépes játékokról beszélgetünk, és a vele kapcsolatos élményeikről. Simi, meg szeretném kérdezni tőled, hogy eddig számítógépes játékkal volt-e valami olyan élményed, ami így megmaradt benned? Hát ez nagyon jó kérdés. Igazából az, amikor a Minecraftot kivittem, még úgy játszottam. Hát azt azért elhiszem, az egy nagy munka lehetett. És Roli, esetleg neked volt olyan élményed, ami így megmaradt így a számítógépes múltadból? Bocsánat, te konzolos vagy, ugye? Jól tudom? Hát igen, de nem olyan régóta, 2 éve. De szeretnék már visszatérni PC-re, vagy számítógépre, csak nem tudom még megoldani ezt. És amúgy, bocsánat akkor már, hogyha már itt tartunk ez a konzol számítógép témánál, miért szeretném visszatérni rá? Hát igazából nekem egy Xbox 360-on van, és nem olyan a játékélmény. Sok esetben több hiba van benne, mint a számítógépes változatban. Sok a bug, ugye úgy szokták mondani. Igen. Minőségromlás tapasztalható szerinted a konzol és a PC játékok között? Nem mindegyik játéknál, de rengetegben igen. És így grafikailag, vagy inkább maga a program futása? Hát valamelyikbe az egyik, valamelyikbe a másik, valamelyikbe mindkettő. És tudsz is példát hozni, hogyha már megkérdezhetem? Hát most így konkrétan nem. Jó, semmi baj, de gondolom ez használt közben derül ki, meg akkor én is akkor venném észre. Na szóval, bocsánat, visszatérve az eredeti kérdésünkre, van-e olyan játékélményed, ami így megmaradt benned, vagy pedig egy részlet, vagy pedig egy jó poén, nem tudom. Roli, ugye az előbb mondtad, hogy a League of Legends-el szoktál játszani, de mivel szoktál még, mert úgy tudom, hogy azért te nagy játékevő vagy. Hát LOL előtt rengeteget WoW-oztam, vagyis World of Warcraft. Azelőtt metineztem, elég sok szerveren játszottam, de az eredetin nem nagyon
És a Metin az online? Igen, teljes mértékben. És milyen olyan játékokkal játszik, ami jelenleg nem online, úgy értem, hogy nem kell internetes hozzáférés hozzá? Hát így legutoljára inkább Xboxon játszottam, akkor GTA 5, Fear 3, és még sok más. És neked, Simi, volt-e valami esetleg volt-e valami poénos így a számítógépes múltadban, ami így megmaradt benned? Igen, egy van, ami nagyon, az akkor volt, amikor TeamSpeak 3-on beszélgettünk haverokkal, mikor Counter-Strike-oztunk, és berohant így az egyik srácnak a nagymamája a szobába, és így megkérdezte ordítva, hogy kisfiam, ki ezt a zsíros kenyeret? Zseniális. Akkor Kóbi, most akkor tőled kérdezzük meg, hogy mivel szoktál leginkább játszani most jelenleg számítógépen? Hát most jelenleg ugye én is Hearthstone-ozok, mint ahogy te. Nagyon bejön az a kártyajáték, de amúgy ami nagy kedvencem közé tartozik, az a Fallout sorozat, még az elejétől, az egy posztapokaliptikus játék, de látom itt a Roli bólogat. Nem ismered, vagy nem szereted? Hát én igazából nem szeretem ezt a játékot, nem tudom, valamiért engem nem fogott meg. Lehet, hogy a grafika, lehet, hogy a játékélmény, erre még nem döbbentem rá, de nem nagyon tetszik. Aki nem ismerné, a Fallout az egy posztapokaliptikus játék, a világ vége után játszódik egy alternatív valóságban, Amerikában, és konkrétan egy világ végében kalauzol el minket. És várjunk csak, te csak a hárommal játszottál? Ugye a hármat próbáltad ki? Igen, mert ugye csak a hármat. Csak a hármat? Na hát akkor valószínűleg ez lett a probléma, mert ugye volt első két része is, amik egészen nagyon, nagyon régiek, és én még általános iskolás koromban kezdtem. Hát a fene tudja, de ez egy olyan dolog, hogy ugye kinek mit, milyen játékokat szeretek, hogyha már itt tartunk, hogy milyen kategóriájú játékokat? Hát én így elsősorban a stratégiai játékokat inkább, de az ilyen kaland, akció, meg az ilyenek is el szoktak menni, így néha. És Roli, te milyen játékokat részesítesz előnyben? Minden, ami nem horror, mert amiben horror, az szerintem 90%-ában megtalálható a bizonyos jumpscare, vagyis az ijesztés, hirtelen ijesztés. Igen, a hirtelen ijesztés. Hogyha már, szerintem, mivel kötetlenül beszélgetünk, beszéljünk erről is egy kicsit. Ugye vannak a kemény horror játékok, amik tényleg arra mennek rá, hogy az embert kiugrasszák a székéből a gép elől. Hogy álltok ezzel a témával? De igaz, Roli, most elmondtad, hogy te tudom, hogy alapból nem szereted az ilyesmit. Hát igen, nekem voltak ilyen élményeim. Igazából mindig nővéremnek segítettem, amikor ő játszott ilyen játékokkal, én a háttérből csak néztem. Én még arra emlékszek, mikor még a Resident Evil-le játszottunk bátyámmal, még nagyon-nagyon rég is. És emlékszem, hogy egyszer egy nagyszörny áttör egy ablakot, és ketten ülünk otthon, és elkezdtünk üvölteni torkunk szakadtából. Anyám még is felkeltek, és nem tudták, hogy miért vagyunk ilyen hülyék. Ez így még megborod bennem, szóval én sem bírom annyira jumpscare-t, mert én nagyon ijedős vagyok, és engem ki lehet vele kergetni a világból. Simi, hogy állsz ez a témához? Te játszottam a horrorjátékokkal? Igen, többel is játszottam, nemrég ki is próbáltam egyet, de az nem volt valami ijesztő. Melyiket? Mesélj! Annak 1960, ha jól tudom, az a címe, dinoszauruszos játék. Annyi benne a lényeg, hogy egy ilyen katonai gödörben vagyunk, amit régen ástak. Azt nem is ismerem, igen. Amit ugye régen ástak a ilyen második, meg első világháborúban, és abba kell végig menni, el kell venni az emberektől a lábukat, meg a kezüket. És konkrétan annyi a lényege, hogy a dinoszauruszok elől kell menekülni, és ki kell jutni a labirintusból. És így a dinoszaurusz az akkor nem támad meg téged, hogyha oda dobod neki a halott a lábát, az aktuális végtagot. Igen. Látjátok, ezt a játékot én nem ismertem, de minden nap tanul valamit az ember. Meg van egy másik játék, nem tudom melyik ödök ismeri, az a neve, hogy Slenderman. Igen, a Slenderman. Na, én játszottam mind a kettő fajtájával, mert ugye kettő van, az újabb, a 2013-as, meg a régebbi, az nem tudom mikor jött ki. És
mind a kettő jó, nem is annyira ijesztő, kivéve amikor így hirtelen a képünkbe jön ugye a Slenderman, mert akkor az tényleg ijesztő tud lenni. Azért gyors infóba elmondom, hogy a Slenderman nevű játék az annyiból áll, az első része, azt tudom, a másodikat nem, hogy a játék kidob egy sötét erdőbe, ez egy belső nézetes játék, kidob egy sötét erdőbe, és van nálunk egy darab zseblámpa, és a játék lényeg, hogy 8 darab papírlapot kell összegyűjteni, és nagyjából az orrunkig se látunk, csak éppen hogy. És megjelenik Slenderman néha-néha, ő egy öltönyös, magas, arctalan valami entitás, és annyira jól sikerült a promója ennek, ez egy ingyenes játék az interneten, annyira jól sikerült ennek a promója, hogy csináltak hozzá egy külön fiktív honlapot is, hogy Slenderman rabolja el a gyerekeket, meg ilyenek, és utána összegyűjtötték a pénzt arra, hogy egy rendes játékot kifejlesztenek belőle, és az ugye most 2013-ban jött ki. Ha jól emlékszem, akkor igen, de lehet, hogy 2012-ben vagy 2013-ban, azt már nem tudom. De amúgy igen, én is utána néztem így interneten ennek a legendának, mert ugye elméletben arra alapul, és én is találtam egy ilyen honlapot, meg hát többet is, ahol ott van ilyen kép, hogy a gyerekek hintáznak, és akkor ott az erdőbe hátul ott van a Slenderman. Igen, és tudom, hogy nagyon gagyi, hogy a képek nagyon gagyin vannak összemontírozva, és mindenki komolyan vette. Hát még anno én is, igen, még azt hiszem 2010-be. Igen, akkor nagyon friss komolyan volt, és akkor tényleg, még jó, amúgy jó is volt megkomponálva az egész, hogy mennyire félelmetes, de az által kidőlt egy reklám volt, de hát a fene tudja, hogy mire élik mögötte valójában. Na, én úgy gondolom, hogy nyomjunk még egy kis zenét, és utána majd nem sokára visszajövünk. Ez itt a Trádió, és a Gamer Magazin. Ez itt még mindig a Trádió és a Gamer Magazin, az előbb az Assassin's Creed 4-nek, a Black Flag-nek a main anthemjét hallhattátok, és itt vagyok még mindig Rolival és Simivel. Picit beszéljünk egy kicsit a jövőről a játékok szempontjából, milyen játékokat vártok, amik így a közeljövőbe fognak kijönni? Hát én leginkább most májusban megjelenő Watch Dogs-ot várom. Nagyon kíváncsi vagyok, hát ahogy néztem róla a videókat, érdekes a játékmenet is, és a grafika is. Még jó, hogy Xbox-ra fogom megszerezni, mert hát azt olvastam, számítógépre nagyon nagy gépigénye van. Hát azt el is hiszem, azért picit beszéljünk már a Watch Dogs-ról, hogyha már így szóba hoztuk, hogy így mi az, amit eddig tudunk róla. Hát, hogy egy hacker sráccal vagyunk, és akkor a fő sztorit nem ismerem, de igazából a játékmenet az, hogy szinte minden dolgot meg lehet hackkelni. Én is néztem róla videókat, hogy tényleg egy hackerrel vagyunk, és mindenkinek a számítógépét, a telefonját, a kamerákat, mindent lehet benne ugye hackkelni, jól tudom. Szóval a játék az egy olyan karakterről szól, aki bármit meg tud hackkelni a világon, de tényleg minden elektronikus dolgot, és ezzel manipulál, ugye? Igen. Amit a legnagyobb személyiségnek tartok, az, hogy még a bankszámlát is fel lehet törni. És ha jól tudom, én játékmenetekből néztem, hogy úgy van megoldva a játék, hogy például ha embereket látunk az utcán, akkor róluk már tudja az illető, hogy mi a neve, mit dolgozik, és milyen beállítottságai vannak. Hát minden adatot. Minden adatot, igen. És Simi, téged érdekel majd a Watch Dogs? Hát szerintem majd nézek róla otthon ilyen videókat, hogy miről is szól ez a játék. Hát úgy kipróbálni nem hinném, hogy fogom, mert nem hiszem, hogy el fogja vinni a gépem. Hát majd valahogy megoldjuk, hogy kipróbáljuk együtt, és akár szerintem arról is lesz majd egy műsor, mit szóltok hozzá? Jó ötlet. Jó, és én benne vagyok. Jó van, akkor szerintem ezt meg is beszéltük már így a jövőre nézve. Van-e olyan játék még, amit esetleg vártok, vagy pedig szeretnétek, hogy legyen új része? Jót kérdeztem, igaz? Igen. Ez jó, nagyon jó kérdés. Milyen olyan játék van esetleg, ami tényleg nagy kedvenc, és akkor szeretnéd, hogy azért egy második rész kijön, persze olyan második rész, ami értékelhető, mert ugye tudjuk, hogy manapság szoktak második részeket, vagy Minecraft 2.
Minecraft 2, akár. Csak nem tudom, hogy Minecraft 2-ben most minden jobban kockásabb lenne, vagy minden gömb lenne. Hát nem tudom, igazából megcsinálhatnák azt, hogy tényleg legyenek benne ilyen kerek dolgok is. Hát azért nem kell félreérteni. Azért a Minecraftnak azért szögezzük, hogy egészen az egész stílusához tartozik, hogy minden kockából van, de tényleg. És minden atom nagy pixelekből. Igen. Majd Róli, neked van olyan játék, aminek esetleg várod a folytatását? Hát igen, a jelenlegiek közül például Assassin's Creed, nagyon várom az ötöt. Hú, arról tudunk-e valamit, vagy ti tudtok valamit? Mert én jelenleg nem tudok semmit. Én annyit tudok, hogy két játék lesz, az egyik az új generációra, az Xbox One-ra és a PS4-re, a másik az pedig a jelenlegi generációra, vagyis Xbox 360-ra és PS3-ra. De és az AC sorozat újabb részről van-e valami info, mert én például tényleg semmit nem tudok. Hát igazából annyi, hogy Franciaországban fog játszódni. Mert most belemennénk az Assassin's Creed-ek világába, és csak olyan szinten furmányos, hogy nem nagyon bírjuk elmondani, ez egy kalandjáték. Nekem is van egy nagy várományosom, az pedig a Dragon Age-nek az Inquisition című folytatása. Aki nem ismeri, a Dragon Age az egy RPG kalandjáték, ő nem online. Én azért szerettem nagyon, elmondhatom, érdekel titeket? Persze. Jó van. Én azért szerettem nagyon, mert attól függ, az mellett, hogy egy ilyen stratégiai kalandjáték, a világ maga maga a világ és a mitológia zseniálisan ki van találva, és nekem azt tetszett a játékban, hogy nem az van csak, hogy öldökölnöm kell és csinálni a feladatokat, hanem tele van olyan szépen megírt szövegekkel és beszédekkel, mellette tökéletes szinkrohangokkal, hogy a játék úgy viszi magát, hogy az embernek fel se tűnik, hogy igen, már megint 12 órát ültem a gép előtt, emlékszem az első tesztelésem az 10 óra volt, és csak akkor úgy indítottam, hogy kipróbálom. És sajnos a játék kapott egy második részt, ami, hát hogy is mondjam, nem lett nagy. Hát nem lett jó. Nem lett jó sajnos, hogy ezt ki kell mondjam. Ő nagyon elnagyolt lett, és inkább annak tűnt, hogy megpróbáltak a játékról lehúzni még egy bört. Szebb lett a grafika, de a történet az mellé nem lett jobb, és most ennek jön ki a harmadik része, ugye az Inquisition, amiről már képeket és videókat lehet megtekinteni, és eddig, amit láttam, le a kalappa, csodálatos. És ez olyan, mint a Witcher sorozat? Igen, olyan, mint a Witcher sorozat. Én a Witcher 1-en játszottam. Játszottál vele? Á, csak egy minimálisat. A kettővel. Hasonlít rá, csak itt annyi változás van, hogy itt 4 embert kell irányítanod. De persze úgy, hogy van egy főhősöd, és ahhoz csatlakozik több ember, akiknek nem úgy, szerencsére, ami nekem így jó volt, hogy nem úgy van, hogy csak hozzá csatlakoznak, hanem nem, nekik van egy kialakított olyan karakterük, amíg elvinnének egy egész játékot. Van benne szerelmi szál, akkor hogyha az egyikkel összejövünk, akkor a másik megharagszik ránk és féltékeny lesz, minden van benne, szóval jó ki van találva. Nem tudom, a Witchernek hallottátok már a magyar szinkronját? Hallottam, de csak az egynek. Úgy tudom, csak az egynek van, nem? Ő csak az egynek van sajnos magyar szinkronja, a többi ezt nem csináltak, igaz, én a többivel nem is játszottam, de a magyar szinkron zseniális hozzá. Nekem erről a magyar szinkronról jutott eszembe, hogy valamelyik nap néztem YouTube-on egy videót, méghozzá a League of Legends-ről, és ott bemutatta egy srác a magyar szinkronját, ugye igen, is megcsinálták ketten vagy hárman, ha jól tudom, a magyar szinkront, és így elég poénos lett az egész, mert tök vicces, ahogy ott, ha jól emlékszem, akkor csaj mondja be. Igen, az ilyet, igen, hogy igen. Victory, meg az ilyeneket, hogy győztél, meg ilyenek, és azért tök poénosan meg van csinálva, főleg mikor mondja, hogy a minionok kijönnek, meg igen, minden igen. Ilyen egyéb dolog. Igen, én is láttam, én úgy ismerkedtem meg a játékaig, az annyira még mindig nem ismerem, de én magyar szinkronnal láttam először, és akkor akik megmutatták, azok jókat röhögtek, hogy mennyire vicces hangzik. Mert amúgy, ha belegondolunk, én magyarításra játszok játékokat, mert annyira nem vagyok jó angolból. De titeket érdekelne, hogy mondjuk játékokat rendesen magyarra reszinkronizáljanak?
Én ezen gondolkoztam sokat, és nekem, ami így nagyon így bejött, mármint az agyamba, hogy így lefutott, hogy a World of Warcraftnak lehetne megcsinálni egy ilyen magyar feliratos, meg ugye magyar szinkronizált verziót is, ugyanis az még több pénzt hozza nekik. Igen. Mert azért egy csomóan szerintem megvennék úgyis a játékot, mivel elég sok magyar is játszik vele, és van aki, mint én is, hogy nem értem, hogy mi van odaírva. Hát igen, ez teljesen jogos, csak ugye az a baj, hogy ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy Magyarország kis ország, sajnos, és nekik, ami mi bevételt jelentünk, valószínű, azt egy más, egy picivel nagyobb ország lazán megtermeli. De amúgy tök jó lenne, mert tényleg tök jó, mikor így belefetszelik az energiát, és tényleg jó dolgokat bírnak kihozni. Például a Dragon Age magyarításán az ilyen, az egy tökéletes fordítás. Sőt, annál szebb is. Kiszínezték, azt hiszem, az eredetit. Te mit gondolsz erről, Roli? Hát nekem ezekről a magyarításokról a véleményem az, hogy nem azt, hogy megérni, hanem hogy lehet jó magyarítást csinálni és rosszat is, vagyis ezzel inkább a szinkronokkal vagyok. Én szeretem, hogyha egy játékhoz találok magyarítást az interneten, de úgy végig tudom játszani felirat nélkül is, hogy értem a sztorit. Értem. Mert nálam én azért sokszor van, mikor megakadok ebbe, hogy így most akkor mi van, hogy merre meddig, de én tökre kipróbálnék játékokat szinkronosan, hogy milyen lehet, csak ugye persze ahhoz tényleg egy nagyobb befektetés kell, meg olyan embereket találni hozzá, hogy azok karakterhez illőek legyenek. Mert láttam már sok ilyen furcsaságot. Nekünk meg ennyi fért mai adásunkba, következőre már játékokról, külön játékokról fogunk beszélgetni, és a tapasztalatunkat megosztjuk egymással. Köszönöm, hogy itt voltál, Simi. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. És Róli, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál a stúdióba. Én is köszönöm. És akkor további szép napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Rádió, és ez volt a Gamer Magazin, nem csak gamereknek. Sziasztok! 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 Reméljük tetszett sorozatunk 8. része. Néhány lépésre vagyunk a 9-től, én pedig együttésre a győzelemtől. Úgyhogy éljetek jól, sziasztok!